Bejelentés érkezett a rendőrségre arról, hogy az éjszaka során ismeretlen egy kundmadarasi ház udvaráról különböző kéziszerszámokat, három darab kerékpárt és az ingatlan gangjáról ruha neműket tulajdonított el. A helyszíre érkező rendőrök nem tétlenkedtek, azonnal adatot gyűjtöttek, és a látókörükbe került helyi férfi lakása felé vették az irányt. A feltételezett elkövető házában megtalálták a három bicikliből kettőt. Az egyeruhások a 35 éves férfit elfogták és előállították a rendőrkapitányságra. A nyomozók megállapították, hogy a jogsértő rovásán már több bűncselekmény is van, így az ügyeket egyesítették, majd a férfi gyanúsítottként kihallgatták. A gyanú szerint idei év nyarától több kunmadarasi ingatlanban járt, és onnan műszaki cikkeket, kéziszerszámokat, gépeket, élelmiszert, ruhaneműt, szeszesítalt, horgászfelszereléseket és élő állatot tulajdonított el. A nyomozó hatósága terhelt őrizetbevételéről határozott és előterjesztést tettek letartóztatása indítványozására. A karcagi rendőrkapitányság 7 rendbeli büntet, négy rendbeli lopásvédség és egy rendbeli garázdaságvédség elkövetésével gyanúsítja az őrizetbe vett férfit, mely bűncselekmények közül kettő lopást szabadlából lévő társával együtt követett el.